Szeretettel köszöntünk mindenkit, nem csak én egy személyben képviselek most egy népesebb csoportot, akik arra vállalkoztunk, hogy egy másik alternatívát vázolunk föl a falu, vagy hát a környező falvak számára is. Nem mi fogjuk tenni, hanem szakembereket hívtunk, mert mi ebben nem vagyunk annyira kompetensek. Engem Szabony Anikónak hívnak, elnézést, aki nem ismer, bemutatkozom, itt lakom Pilisszántón. Nem mondom, hogy kívül vagy belül, Pilisszántón lakom. Még csak 4 éve, tehát nem túl régen. De azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy valaki 2 napja, lakik itt 2 éve, 20 éve, vagy bármennyi ideje. Ha az otthonának tekinti, akkor természetes, hogy azt szeretné, hogy fejlődik. Úgyhogy igyekszünk erre most valami alternatívát mutatni. Nem szeretném személy szerint bemutatni azokat az embereket, akik segítettek, hogy ez az előadás létrejöjjön. Viszont azt el kell mondjam, hogy mindent magunk sütöttünk, magunk főztünk, forrásvizet iszunk, tehát minden, amit elkészült és amit hoztunk, az helyi termék. Úgyhogy reméljük mindenkinek ízleni fog. Az előadás 2 részből fog állni. Az első fele az még a transformátor állomásról szól, egy picit másképpen, mint eddig. Igyekszünk, hogy szakszerű legyen, és olyan embereket is kerestünk, akik értenek hozzá. A többi előadás viszont már egy jövőben mutató dolog. Lesz benne marketing terv, ehhez tartozó esetleg pályázatok, közösségfejlesztés, ezen kívül arról a falvaknak a fejlődésről egy kicsit egy átfogó kép. Nem mondom, hogy képperceses előadások lesznek, azt sem mondom, hogy az egész egyben rövid lesz, úgyhogy nyugodtan, ha valaki úgy érzi, hogy szomjas vagy éhes, akkor nyugodtan osonjon hátra közben, jó? Mert azért el fog tartani egy ideig. Lesz olyan előadó, aki azt fogja kérni, hogy közbe kérdezzenek, jó? Ők ezt mondani fogják, és lesz olyan, aki azt mondja, hogy utólag. Úgyhogy nem tudom, még csak azt sem mondani, hogy az egész végére hagyják a kérdéseiket, mert ez se lesz egészen igaz. Az előadókról pár szót, az első előadónk Szász László lesz, ő még transformátor állomásügyben, a második Magony András, aki szintén transformátor állomásügyben. Mindent el fognak mondani magukról, tehát tudni fogjuk, hogy ők kicsodák. Harmadik előadó, Peti. Mindjárt kimondom, milyen Peti. Bocsánat, Madarász Peti Péter. Bocsánat, csak puskáznom kell. Ők egy marketing terven állnak elő. Aztán Szabó Adrián, aki a pályázatokról fog beszélni, és ezeknek a lehetőségeiről. Utána következik Kajner Péter és Lányi András, akik pedig a szövetkezetekről és ezek a helyi szövetkezetekről és a fejlesztésükről beszélnek. Bitrai Ákos, ne haragudj. Kicsit lámpalázas vagyok. Úgyhogy ezek lesznek így szépen sorba. Én nagyon szépen kérek mindenkit, hogy fogadja őket szeretettel. Azt tudni kell, hogy mindenki szívjóságból van itt. Tehát minden előadónk úgy vállalta ezt, hogy ajándékképpen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nekik együtt és külön, mert nagyon nagy munka van egy-egy előadásban. És mindenkinek köszönjük, hogy eljött és kíváncsi volt ránk. Úgyhogy kezdjük, jó? Szász Laci lesz az első.